Kedves vendégek, nagyon nagy szeretettel üdvözlöm dr. Teljzerende professzor urat itt az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karán, ahol mi megtaláltuk ezt a kellemes dolgot, hogy TTK Siesta, ahol azt mondtuk, hogy komoly embereket fogunk idehívni, akik fölcsillantják a különböző tudományoknak a szépségeit, és hát ebben a rendezvény sorozatban szerintem egy más léptékbe kapcsoltunk, ugye múltkor egy kicsit matematika volt, most biológia felé fogunk orientálódni. Teljzer doktorat nem szeretném méltatni, mert gondolom, hogy erre nincs szükség, mert itt mindenki ismeri őt, aki nem csak a tudományban, hanem a televízióban is ismerhető személyiség. Ugyanakkor talán így nyilvánosság előtt azt lehet mondani, hogy számomra a legnagyobb cselekedete az volt, hogy van egy gyönyörű szép lányunk, aki ebben a programban fogant annak idején, és pontosan tudjuk azt, hogy amit ő tette, nagyon sok embernek okozott nagy-nagy örömöt, úgyhogy átadom neki a szót, és örömet, hogy itt köszönhetjük. Tisztelt dékán úr, kedves fiatal barátaimmal, láttam, hogy nagyon fiatal, őket szeretném elüdvözni. Kicsit úgy zavarba jöttem itt a siestától, mert az orvosnak a siestáról mindig az jut eszébe, hogy ebéd után alszunk. Úgyhogy most majd azért próbálok hangosan beszélni, hogy azért nem annyira aludjanak. Kicsit más a meghirdetett cím, és más, amit én most itt kivetítek, de ugyanarról van szó. Nagyon tiszteljük a magyar géniuszokat, büszkék vagyunk rájuk, tudósokra, művészekre, sportolókra, és a nagy kérdés az, például ez a legutóbbi olimpia is ugye szembesített minket ezzel, hogy képesek vagyunk-e tartani a versenyt, a világban, az egyre kitáguló világban. Mert én úgy hiszem, hogy a múltban talán képességeinken felül voltunk képesek bizonyítani, hogy mire vagyunk alkalmasak, és ebben a világversenyben a legújabb kihívásoknak nagyon nehéz megfelelni. Az első néhány ábrával az alapfogalmakat szeretném tisztázni. Ma úgy képzeljük, hogy a szellemi teljesítménynek igazából négy faktora van, amivel érdemes számolni. Az első az általános értelmi képesség. Magyarul ez az okosság. A tudományban azt mondjuk, hogy ez az intelligencia. Ez tulajdonképpen mindenhez kell, ez alapozza meg egy embernek a szellemi tevékenységét, ez nagyon fontos, hogy fejlesszük, de igazából, hogy kiből lesz géniusz, ugye 1950-es évektől tudjuk, hogy nem ez dönti el. Ugye az 1950-es évekig azt gondolták, hogy minél okosabb valaki, annál jobb az esélye, hogy géniusz legyen. Kiderült, hogy nem így van. Ez az okosság, ez ahhoz kell, hogy valaki a társadalomban sikeres legyen. És tulajdonképpen ez egy konvergens gondolkodás. Ezek az emberek a szivacsagyok, akik könnyen megtanulják, amit tanítanak neki. Ezt vissza is tudják adni. Általában ők a kitűnő tanulók, mert hogy okosak, tudják, hogy az osztályban is hogy kell viselkedni, még azt is tudják, hogy az osztályfőnöknek mikor van a születésnapja, és akkor visznek neki virágot. Az ilyen gyerekeket nagyon szokták szeretni. Később is a társadalomban ők a sikeresek, ők lesznek a vezetők, a polgármesterek, miniszterek, dékánok, meg egyebek, mert hogy tudják, hogy a társadalomban kellenek a vezetők. De azért érdekes módon a kutatások azt igazolták, hogy azok a géniuszok, akik megváltoztatják a világot, azok nem elsősorban fontos emberek közül jönnek, mert ugye ahhoz, hogy valaki nagyon kivételeset alkossa, az okosságon túl kell, hogy bizonyos speciális képessége is kivételes legyen. Hát például matematika. Ma 25-öt különítünk el, ebben a matematikán túl a térbeli tájékozódás, a verbalitás, a muzikalitás, meg sok minden tartozik ide. De a nagy forradalom az 50-es években a kreativitással kapcsolatos volt. Akkor döbbentek arra rá, hogy igazából a géniusságnak talán a legfontosabb feltétele a kreativitás, aminek igazából jó magyar szavunk nincs. A kreatív emberre az jellemző, hogy divergensen gondolkodik. Hogy neki mindenről másra teszik. Az iskolában nagyon utálják őket.
mert az órák alatt nem figyelnek, mert azt unják, amit ott mondanak, majd a végén fölteszik a kezüket, és olyat kérdeznek a tanáruktól, amire az nem tud válaszolni. Az ilyen gyerekeket azért utálni kell. Szóval ez már az iskolában. Ez a 950-es évek azért volt egy borzasztó fontos sorsforduló, ez egy új tudományág, ezt úgy jelent, hogy kreatológia. Tehát a szellemi képességekkel foglalkozó tudomány. Tudnék, nem tudom, milyen gyakran tetszenek Amerikába járni, az érdemes elmenni egyszer-kétszer. Tudnék, amikor én elkezdtem járni, ugye a 60-as évek végén, akkor azért megdöbbentette az, hogy így az értelmiségi körökben is éreztem, hogy az amerikaiak tényleg elhiszik magukról, hogy mindenben a legjobbak. És hogy mindenben ők az elsők. Ez a 200 éves amerikai kultúrának egy ilyen fontos sugallata. Tehát, hogy nagyon jó az önértékelésük. És akkor egyszer csak az 50-es években, ugye a két világhatalom állt egymással szembe, és hát ugye a fegyverkezési versenynek az egyik megnyilvánulása volt az űrkutatás, mert mindenki tudta, hogy nem az volt a fontos, hogy ki megy el a Holdra, hanem kinek van jobb rakétája, és egyszer csak kiderült, hogy az oroszok jobbak. Ki lőtte fel az első Sputnikot? Ki volt az első űrhajós? Ki ment ki először a légtérbe? A világ jövőbe? Hát az oroszok. Most ez egy óriási, úgy is hívják ezt, hogy ez volt a Sputnik sok az Amerikában. Mert hirtelen szembesülni kellett azzal, hogy ezek a hülyének tartott oroszok, hát ezek jobbak, mint mi. Most amikor jön egy ilyen sok, egy társadalmi sok, akkor mindig kell egy bűnbakot találni. Hát hamar megtalálták Amerikába az amerikai pedagógus. Mert hát biztos, hogy az amerikai gyerek a legjobbnak születik, csak hát azok a ütődött pedagógusok elrontják. És akkor indultak ezek a kutatások. Például nekem legjobban azt tetszett, hogy volt egy ilyen kutatás, hogy kik tették Amerikát Amerikává. És a 200 amerikai géniusz dolgoztak föl. És döbbenet volt az eredmény. Hát például ott volt Edison. Hát nem tudom, tudják egy Edison az elemi iskola első osztálya után áttették gyógypedagógiára. Végig gyógypedagógiára hallgatott. De hát mondjuk ott volt Ford. Azt se tudtam elvégezni az iskolát. Minden évet kétszer ismételgetett, aztán végén abba hagyta. De Ford lett. Szóval akkor derült ki, hogy ezek az emberek, ezek a másképpen divergensen gondolkodó, nonkonformista emberek, tehát akik úgy azt se tudják igazából, hogy hogy kell a társadalomban beilleszkedni, de hogy azért ők viszik előre a világot. Mondjuk én, amióta most ezekkel foglalkozom, ezt különösen érzékelem, hogy ez a művészekre nagyon fontos. És a művészek persze ezt tudták. Hát emlékeznek, mit mondott Adi Endre? Új időknek új dalaival kell betörni a költészetbe. Csak az lehet nagy költő, aki egy új költői világot teremt. Vagy mit mondott Bolyai? Hát, hogy egy új világot hoztam létre. Tehát az az igazi géniusz, aki meg tudja teremteni a saját szellemi világát. Persze mindehhez kell motiváció, kell hozzá energia. Az iskolában úgy mondják, hogy szorgalom, akaraterő. Mi a tudományban azt mondjuk, hogy belső energia, belső elhivatottság, hogy én azt a genetikai programomat, mint a jó szerencsének vagy a bal szerencsének kapok a fogamzáskor, hogy azt hogy váltom valóra. Itt rettentően fontos az, hogy szeressem azt, amit csinálok. Tudják, én Debrecenben tanítgatok, és van egy olyan pedagógiai továbbképzés, hogy amik a kivételes képességű gyerekekkel akarok foglalkozni. És ott ez mindig fölmerül, hogy van-e pedagógiai tehetség. Ahogy például az náluk mindig fölmerül, hogy van-e orvosi tehetség. De lehet, hogy valaki ügyesen operál, tehát azért nem feltétlenül az a jó orvos. És ez borzasztó nehéz megfogalmazni. Mert ugye nagyon könnyű megfogalmazni, hogy ki a jó matematikus, ki a jó muzsikus, ki a jó poéta, ki a jó festőművész. Ezek jól megfogható, körülírható tehetségszférák. De érdekes módon a társadalomban igazán fontos, ha a pedagógus, az orvos, politikus. Szóval ott azért nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az a speciális. Például én most a pedagógusnál tényleg azt érzem legfontosabbnak, hogy van-e benne akkora karizma, hogy a gyerekekkel meg tudja értetni azt, hogy milyen jó, hogy tudunk tanulni. Hogy az emberi fajnak az egyik legnagyobb adománya, hogy képesek vagyunk ismereteket szerezni, tanulni. És akkor jön a következő, hogy a tanári karizmának talán a legfontosabb része, hogy meg tudja ezt szerettetni a tantárgyát. Én most már így megöregedve visszaemlékszem a középiskolai tanáraimra, és például volt egy történelem tanárunk, akit nem nagyon szerettünk, mert olyan érdes ember volt. De most már tudom, hogy azért szerettem a történelmet. Mert hogy ő valami olyan fantasztikusan tudta elmagyarázni,
a történelmet, meg olyan bátor ember volt. Tehát én az 50-es években jártam iskolába, középiskolába, és sosem fogom elfelejteni, hogy osztályzott, felvetetett azt osztályzott, aztán lejött is, rátehelyékenett a padra, és azt mondta, hogy gyerekek, olvassátok el a történelemkönyvet, mert abból kell felelnetek. De én most elmondom nektek az igazat. Ki is rúgták két év múlva, de na most az, ami nagyon fontos, hogy ezek persze mind adottságok. Ugye az adottság az, ami velünk jön, ami a genetikai programban van, de hogy ebből az adottságból mi lesz, az a külső tényezőkből függ. Az is négy. Azért hívjuk ezt 2x4 faktoros talentum modellnek, mert nem mindegy, hogy milyen családba születünk, nem mindegy, hogy milyen iskolába járunk. A legutolsó évek, évtizedek kutatásai nagyon reflektorfénybe állítják a kortárs csoportok fontosságát. Tudjátok, ez a 10 éves kor, amikor a gyerekből ifjú ember lesz, amikor leválik a szüleiről, és meg akarja találni a saját személyiségét, és akkor nagyon-nagyon fontos, hogy a kortársainak akar megfelelni. És a kortársak elvárásai nagyon fontosak, és hát végül ott van a társadalom, amely eldönti, hogy milyen lehetőségek vannak a kivételes tehetségek megnyilvánulására. Szóval ezen alapfogalmat fejezi ki ez a képlet, hogy ma úgy képzeljük, hogy a P, a produkció, a teljesítmény, a képesség, az mindig két gyökerű, az egyik a G, a genetikai komponens, ez az adottság, ezt sokszor nem használják ám jól, tehát az adottság az a beleszületett. De hogy amikor abból már teljesítmény lesz, az már a képesség. És az, hogy a G-ből milyen P lesz, az az E-től függ, az az edukációtól függ. Tehát, hogy mit tanulunk. Tehát nagyon-nagyon fontos azt egy genetikusnak kimondani, hogy a G az jó szerencse. Ez az a fogamzáskor hogy a szüleinek melyik ivar sejtjéből milyen kromoszómák találnak egymásra, abban az új kis emberi életben. Nekünk az E fontos, mert az E az, ami tőlünk függ. Hogy most hogyan tudjuk a saját genetikai programunkat a legjobb valószínűséggel, a legsikeresebben valóra váltani. És akkor mindig el szoktam mondani, mert ez is bánt, hogy a magyar nyelv hogy elsivárosodott. Mert amikor azt mondjuk, hogy tehetség, a tehetség az a kivételes adottság. Ugye amikor egy 10 éves gyerekre azt mondják, hogy tehetséges, akkor úgy észre lehet venni, hogy benne több a spiritus, több a reménység, hogy belőle majd valami egészen kivételes ember lesz. Tehát a lehetőség. És mégis a magyar nyelv úgy elsak nyúlt, hogy azt hallom a rádióban, hogy Bartók Béla tehetséges volt. De ez egy súlyos értés. Ugye, mert ez azt jelenti, hogy hát vihette volna többre. Mert a tehetség az egy ígéret. Hát Bartók Béla az valóra váltotta a tehetséget. És érdekes módon ezt Kazinciék, meg Kölcseiék, a magyar nyelvújítók tudták. Hogy minden nyelven a tehetségnek megvan az ikerszava. A valóra váltott tehetség, az a talentum. Tessék gondolni, angol, ugye gift és talent. Ez minden nyelven megvan. Tehát Bartók Béla az nem 10 éves korában tehetség volt. De aztán ő talentum volt, mégpedig kivételes talentum, és hát én őket hívom géniusnak, mert a zseni szó ugyan népszerű, de amióta már zsebmetsző zsenikről is olvastam azóta, jobban tetszik nekem. Na most ezt azért mondtam el ezt a bevezetőt, mert a cím ugye azt akarja megfogalmazni, hogy nekünk tanulnunk kell a múltból, de mindig a jövőre kell vetni a szemünket. Tehát, hogy hogyan kéne a jövőnket úgy előkészíteni, hogy az a magyar géniusz, amit mi úgy tisztelünk a múltban, hogy az ne vesszen ki. És rögtön itt van egy nagyon fogas kérdés, amivel most szembesülnünk kell. Ha megnézzük a lexikonokat, és megnézzük a géniuszok nemi arányát, például itt van a magyar életrajzi lexikon, 1700 és 1900 között születette, hát mint látják, olyan 9600-an vannak benne, és abból csak 413 nő. 4,3%. Tusnádi Gábor, ő egy matematikus akadémikus, ő segített nekem abban, hogy lehet ezt a, hát egy ugye a Gauss-görbének
az öt szórás fölötti része, hogy lehet kiválasztani közülük a géniusz, és így végül is 177 embert értékeltünk, és közöttük már csak három volt nő. Tehát 1,7%. Itt van, hogy kik voltak ők. Hát rögtön fölmerül a kérdés. Hát hol vannak a női géniuszok? Könnyű a magyarázat. Könnyű a magyarázat, ugyanis az elmúlt évszázadokban, csak itt még be akarom mutatni, 2001-ben volt 100 éves a Nobel-díj, és hogy azért ez nem csak egy magyar sajátosság, 719 Nobel-díjat adtak ki, és összesen 30 nő kapott Nobel-díjat. Tehát 4,2%. Tehát ez megint ott van ez a 96-4% életrajzi lexikon. Még az is érdekes, hogy azért fizikába, kémiába nagyon kevés nő volt, orvosi élettanban egy kicsit jobb. Hát főleg az irodalomban és a béke a Nobel-díjaknál mondjuk voltak még a legjobbak, majdnem 10%. Érdekes, hogy közgazdasági Nobel-díjak még nő sose kapott. Tehát itt megint fölmerül a kérdés, hogy hol vannak a nők. És akkor a magyarázat, amire próbáltam utalni, hogy az elmúlt évszázadokban kialakult egy társadalmi munkamegosztás. A nők tartották fönt a fajt. Ők övéké volt a reprodukció. Nem tudom, tudják-e, hogy 1900-ig egy átlagos magyar asszony 11 gyereket szült. Na most azért 11 gyerek mellett házon kívül nehéz volt géniusznak lenni. Ugye 11-szer 9 hónap, szoptatás, gyereknevelés. Tehát végül is azt kell mondanom, hogy tényleg a nőknek volt egy külön, nagyon gyönyörű hivatásuk, az anyaság, fönntartották a fajt, és tehát övék volt a reprodukció, a férfiaké a produkció. Dolgoztak, eltartották a családot, de mindig csodálkozom, hogy hogy tudtak akkor 11 gyereket eltartani, amikor a mai világban a nő nem dolgozik, akkor elég nagy gond van avval az egy-két gyerekkel is, hogy hogy tartsák el. Tehát a férfiak voltak az uralkodó nem, akik a produkciót végezték, dolgoztak, harcoltak, kocsmában jártak, tehát más ilyen fontos dolgokat csináltak. Biztos, hogy ez a férfi dominancia is számít, mert ebből a munkamegosztásból az következett, hogy a vezető pozícióba azért majdnem mindig csak férfiak voltak. És például Vörös Sándor, aki azért értett az irodalomhoz, annak van egy ilyen magyar, szabálytalan magyar irodalom története, és ő például azt mondja, hogy volt két olyan költőnő, hogy tetszenek látni, Apafiné Betlen Kata, és Czóbel Minka, bocsánat, ez el van írva, aki szerinte legalább akkora költő volt, mint a kortárs férfiak, csak hát egy bajuk volt, hát úgy nők voltak. A kritikusok meg férfiak voltak. És a férfi kritikusok nagyon szerették a nőket, a konyhában meg az ágyba, de már mondjuk költőként nem annyira. Tehát, hogy lebecsülték őket, és hát ezt nevezik ugye férfi agresszivitásnak, férfi dominanciának, vagy férfi sovinizmusnak. Engem, mint genetikust, az érdekel nagyon, hogy van-e a két nem között valami genetikai. Tehát, hogy vele születtek, kicsit mások-e a férfiaknak és a nőknek a szellemi adottságai. És ez azért egy aktuális téma, mert azért az elmúlt 25 évben itt nagyon sok fontos dolog született. Most ha emlékeznek, tehát négy faktor van. Általános értelmesség, speciális szellemi képességek, kreativitás és motiváció. Ezen szeretnék végig szaladni. Ugye az általános értelmi képességet tudományban ugye intelligenciának mondják, nagyon régóta, már 100-150 év óta méregetik, ugye ez az IQ, az intelligencia kóciens, és kiderült, hogy ez mindig egy ilyen harangban akkor normális eloszlást ad. Először mindig csak természetesen csak férfiakat vizsgáltak, de aztán az elmúlt 50 évben már nőket is, és elég nagy meglepetés volt, hogy az átlag a két nemben teljesen egybeesik. Ezen sok férfi csodálkozott. Hát, hogy a nők ugyanolyan értelmesek, mint a férfiak. Viszont, ami érdekes volt, hogyha megnéztük a két szélét, a két szélén egy kifejezett férfi dominancia van. Azt mi orvosok nagyon régóta tudtuk, hogy az értelmi fogyatékosok között egy 30%-os férfi többlet van. Ilyenkor a feleségek a férjükre szoktak gondolni, és akkor sok mindent megértelünk. De azt is tudjuk, hogy a géniuszok között is egy nagyon erős férfi többlet volt. Ezt már megbeszéltük, hogy ez döntően az eltérő társadalmi szerepekkel kapcsolatos. De ami nagyon érdekes, hogy az elmúlt évek, évtizedek, 1980-as évektől nagyon fontos
genetikai magyarázatok láttak napvilágot. Ugye itt vannak az emberi kromoszómák, ugye 23 pár kromoszómánk van, de mi most foglalkozunk csak a nemi kromoszómákkal. Ugye a nőknek két ilyen szép kis X kromoszómájuk van, nekünk férfiaknak csak egy ilyen X van, és itt van ez a kis nyambat Y, amitől mi férfiak leszünk. Na most, ugye a Humán Genom Program 2003 áprilisában fejeződött be, vagyis azt a két méter hosszú DNS makromolekulát, ami benne van a kromoszómáinkban, a genomunkban, azt teljesen megfejtették. 3,2 milliárd betű van benne. Ezt leolvasták, a 3,2 milliárd betűt. Tehát ma nagyon sokat tudunk arról, hogy hogyan is működik ez a genetikai állomány. Meglepetésre a korábbi tankönyvekben az volt, hogy kb. 100 ezer génünk van. Csak 25 ezer van, az is elég. És ugye ezek a gének itt párossával ülnek a kromoszómákban. Ugye egyik jön mindig apánktól, másik anyától. Tehát a génpár közül is egyik apánktól, másik anyától. Körülbelül minden ember hordoz 5 hibás gént és 5 kivételes adottságért felelős gént, olyat, amely lappan bennünk. Mert ugye, ha itt van mondjuk egy ilyen gén, akkor ott van mellette a másik kromoszóma, és annak az elnyomja a hatását. Ugye ezt nevezik recesszív öröklődésnek, vagy lappangó öröklődésnek. És most itt van a nagyon fontos magyarázat. Mert ha a nőknek, ugye itt van az X kromoszómájában mondjuk egy ilyen hibás, vagy szokatlan gén, akkor ott van mellette a normális gén, és az elnyomja. Igen ám, de amikor a nő gyermeket nemz, akkor most minden attól függ, hogy melyiket adja át. Mert ugye ha a hibás vagy szokatlan X kromoszómáját adja, és fia lesz, ugye akkor az apától csak az Y jön. És az az Y az egy kis nyomvat. Az nem tudja az X kromoszómában lévő lappangó géneket közömbösíteni. És ennek következtében az hirtelen megjelenik. Ugye ez az X kromoszómához kötött, csak a férfiakban megnyilvánuló öröklődési mód. Ugye régen a vérzékenység volt a legjobb példa, ma már nagyon sok ilyen betegséget ismerünk, a legjobb kutatások szerint például a férfi homoszexualitás is így öröklődik, tehát az édesanyja viszi át ezt a gént, és a fiában jelenik meg. De ami a döntő volt, és ez nagy meglepetés volt, hogyha most még egyszer megnézik ezt az X kromoszómát, ez körülbelül egy ilyen közepes nagyságú kromoszóma, és ha most még egyszer rekapituláljuk, tehát a nőkben a lappon szokatlan hibás vagy kiváló gének csak a fiúkban jelenek meg, hogyha a 25 ezer génünk közül mindegy 10 ezer az agyunkkal kapcsolatos, és itt jön az érdekesség, hogy az általános értelmi adottságért mindegy 1000 génpár felelős. A nagy meglepetés az volt, hogy az X kromoszóma nagyság alapján azt várnánk, hogy ebből az 1000 génből 4% lenne benne. És ezzel szemben a legjobb kutatások azt igazolják, hogy 2% van benne. Nem tudom, hogy értik. Tehát a 40 helyett 200 van. Ötször több általános értelmi adottságért felelős gén van az X kromoszómában, mint ahogy illene. Nem tudjuk megmagyarázni miért. Erre ugye tudósok is tudnak nagy valóságokat írni, mert akkor olvastam, hogy hát biztos az állatvilágban a nőstényeknek a herkulesek tetszenek. És az ember asszonyának pedig az Odysseus. Ugye, mert az okos, meg sok pénzt keres. Tehát azért ez nem magyarázat, mert azért ettől nem gyűlnének össze a általános értelmi adottságért felelős gének. Viszont ez ugye mindjárt megmagyarázza azt, hogyha ez így van, akkor ugye az értelmi fogyatékosság közötti 30%-os férfi többre világos. Mert hogyha ott volt az X kromoszómában egy hibás gén, csak a fiúban jelenik meg. És ma már 20 olyan betegséget ismerünk, például az egyik majdnem olyan gyakori, mint a Down-kór, amely Martin Bellnek hívják, ami csak fiúkban fordul elő. És akkor ebből viszont az is következik, hogy azért igaz, hogy az a géniuszok közti férfi többlet, az döntően társadalmi hatás, de hogy azért meg ne bántsam a lányokat, ebből azért az is következik, hogy a jövő géniuszai között is azért lesz egy férfi többlet. Mert a biológiában mindig egyensúly van. Csak úgy maradhat fönt egy faj, hogyha egyensúly. Tehát ha nekünk kell már gyakrabban értelmi fogyatékosnak lenni, akkor nagyon helyes, hogy azért nekünk kell gyakrabban géniusznak is lenni. Tehát a faj az csak így képzelhető el. És hát ugye szép üzenet,
hogy hát azért a géniusz férfiak döntő többsége az édesanyától örökölt gének miatt volt géniusz. Ez volt az általános okosság. Most kicsit nézzük meg a speciális szellemi képességek közül kettőt. Nem véletlenül ezt a kettőt választom, mert itt a legszembetűnőbb a két nem különbség. A verbalitásban a nők sokkal jobbak. És most nem arra gondolunk, hogy a nők sokkal többet beszélnek, hanem mondjuk arról, hogy például az a kislány a sokkal hamarabb fog elkezdeni beszélni, mint egy fiú. A kislányok már másfél éves korukban beszélnek. A fiúk még sokszor három éves korukban sem nagyon. Az is nagyon érdekes, ha valaki beszédhibás dadog, az csak fiú lehet. Egy lány az nem tud dadogni. Szóval ezek furcsa genetikai dolgok, hogy a verbalitásban egyértelműen jobbak a lányok. Egyszer egy PhD-semmel feldolgoztattam 20 év középiskolai versenyeit. A nyelvi versenyekben, magyartól angolul, oroszik, meg többik, az első 10 között nem szokott fiú lenni. Tehát egy nagyon erős női többet van. Ami engem nagyon impresszionált, a világban minden évben megrendezik a fordítók versenyét. Tehát a világ legjobb fordítóit. Első 100 között nem szokott férfi lenni. Tehát egyértelmű, hogy valahogy a lányok jobban. Hogy miért, azt majd megpróbálom elmagyarázni, azért nem vagyok olyan nagyon biztos. Ha viszont a lányok valamiben jobbak, akkor nekünk férfiaknak is illik valamiben jobbnak lennünk, és ez a térbeli tájékozódás. Szóval három éves gyerekeknél megfelelő tesztekkel igazolni lehet, hogy a fiúk valahogy a térben jobban tájékozódnak. Ugye ezt a gyakorlati életben is le lehet mérni, mert hogyha mondjuk egy fiatal pár elmegy Párizsba, a magyarok általában csak a külvárosi szállodákban szoktak lakni, a férfi azért másnap hazatalál. A nőnek kell egy kis idő. Vagy ezért a felesége mindig haragszik, amit mondom, mert hát ő egy férfias nő, hogyha egy lükvercel kell beállni egy kis helyre egy nőnek autóval, akkor az embernek van olyan érzése, hogy talán időnként első segélyt kéne nyújtani. Tehát, hogy az a térbeli tájékozódás valahogy nem olyan jó. És ez azért érdekes, mert ha viszont megnézzük a középiskolai versenyeket, a matematikában és a fizikában az első 10 között alig van, nagyon ritkán van lány. Tehát úgy tűnik, mintha a fiúk ebben jobban lennének. Most mennyi ebben a tradicionális szerep, és mennyi az az elmélet, hogy mondjuk a matematika az egy algebrai módon, elni szabad meg zongorázni, és mondjuk komponálni nem, és mégis nem volt. És ha arra gondolod, hogy ott volt Mozart, aki egy szimfóniát, annak 4 tételét hibátlanul leírta. Mert hogy egy szimfóniának azt a 4 szólamát fejben összerakni, sokak szerint az egy ilyen különleges térbeli adottságot igényel. Tehát itt is van egy egyensúly. Azt könnyen meg tudjuk magyarázni, hogy a férfiak miért jobbak térbeli tájékozódásban. Mit csináltak a férfiak évezeteken keresztül? Harcoltak. És hogyha valakinek rossz volt a térbeli tájékozódása, és nem vette észre, hogy jön a dárda, és nem ugrott el, nem lett gyereke. És így fokozatosan kiválogatottak a rossz térbeli tájékozódásra. Ugye a másik meg a vadászok. Hát ha nem vette észre, hogy túl közel van az oroszlán, akkor megint nem lett gyereke. Tehát ezt viszonylag könnyen meg tudjuk magyarázni. Az már sokkal bonyolultabb, hogy a nők miért jobbak verbalitásban. Erre van egy elmélet, ami biztos, hogy tényeiben igaz. Azt nem tudom, mennyire tudják, hogy azért az emberi válásnak az egy óriási kihívása volt, hogy mi is 4 lábra vagyunk tervezve, és 2 lábra álltunk. Vagy ezért fog fájni a gerincük. Ugye, mert ott a csigolyák között van egy porckorong, ott lépnek ki az idegek, az előbb-utóbb összeroppan. És akkor nagyon tud fájni. Ugye, hát mennyivel jobb az állatoknak, akik hát 4 lábon vannak. Mi meg föl vagyunk akasztva a gerincünkre. De ami sokkal rosszabb, hogy emiatt beszűkült a nők medencéje. Tehát ezért van az, hogy még az emlősök nőstényeiből, hogy potyognak ki a gyerekek. Mondjuk ilyen csak férfi szülészek szoktak mondani, hogy potyog az a gyerek. Én amikor szülészkedtem, mindig annyira tiszteltem a nőket, mert egészen biztos voltam benne, hogyha a férfiaknak kéne szülni, akkor az emberiség már évezredekkel ezért kihalt volna. Szóval egy férfi nem lenne képes, de ez még csak az egyik probléma, hogy beszűkült a medence, és ezért sokkal nagyobb kihívás a nők számára
világra hoznám kis babát, de volt egy másik, hogy közben megnőtt a magzat feje. Az emberi agyban három agy van. Benne van a gerincesek ősagya, erre rátelepedett az emlősöknek a közti agya, archeokortex, paleokortex, és nekünk kinőtt a homlokleveljünk. Ez az új agy, a neokortex. Gondolják meg, minden állatnak erre a homloka. Nekünk meg milyen szép egyenes, mert ott van a neokortex, és minden társadalmilag fontos agyi tulajdonságunk ott van a homloklevenyben. A szerelemtől az öngyilkosságig. Minden ott van. Most azért képzeljék azt el, hogy micsoda kihívása az, hogy beszűkül a nők medencéje, és közben megnő a gyerek feje. Azt hiszem, hogy nagyon közel lehetett a fajunk ahhoz, hogy kihal. De a fajunk megtalálta az egyetlen lehetséges megoldást, és most ne orvosi értelembe gondolják, biológiailag, hogy koraszülötten hozza világra a kisbabáját. Nem tudom, láttak-e már kis csikót születni. Kijön, föláll, arrébb megy és nyerít. Tehát képzeljék el, micsoda nagy szám lenne itt az egri kórházban, hogy egy újszülött világra jön, akkor kijön a szülőszobából, és szól a papának, hogy most már nem kell beszarni, bocsánat. Neki még egy másfél évre van szüksége ez. Tudik, az emberi agy 60%-a születés után alakul. Ez borzasztó rossz, mert az emberi műszülött életképtelen. És itt jön az anyának az óriási szerepe. Kiderült, hogy az az édesanyja, aki folyamatosan babusgatja, szeretgeti, becézgeti a gyerekét, az nagy jót tesz, mert a 200 milliárd agysejtünk van, az agysejtek közti szinapszikus kapcsolatok az első 6 hónapban alakulnak ki. Tehát a jó édesanyja, aki folyamatosan szeretgeti, babusgatja, becézgeti a gyerekét, kb. 30%-kal több idegösszegültetése lesz a gyerekének, mint annak, akit mondjuk intézetbe adnak. Ott is jól bánnak vele, tisztába teszik, adnak neki enni, csak egy valaki nincs neki, az az édesanyja, aki folyamatosan érezteti vele, folyamatos ingerdús környezetet biztosít számára. És sokan ezzel magyarázzák, hogy ez a női verbalitás, szemben ugye, ahogy a férfiak után mondtam a térbeli tájékozódást, így a generációkon keresztül kiválogatódott. És ugye ez biztos, hogy igaz, azt a legújabb agyanatómiai magyarázatok alátámasztják. Tudjuk, ugye a beszédközpont itt van a bal halántéklevényben. Jön egy agyvérzés, akkor elveszítjük a beszédkészségüket. Mi férfiak, a nők is. De a nők a 8. nap elkezdenek újra beszélni. Kiderült, hogy a nőknek a jobb agyférzetében van egy másik beszédközpont. Pont rátelepedett a térbeli tájékozódásra. Ők feláldozták. Jobban mindenak beszélni a térbeli tájékozódásra. Ugye ezt azért szoktam így pedagógus jelöltetnek mindig föltenni, mert ugye azért ez azt mutatja, hogy a két nem között van bizonyos különbség, hogy ezt mondjuk mennyire kéne figyelembe venni az oktatás során, hiszen esélyegyenlőséget kéne biztosítani. Nem akkora ez a különbség, hogy ezt komolyan kéne venni, de azért biztos, hogy a pályaválasztásnál azért erre érdemes gondolni. Jön a harmadik, a kreativitás. Ugye tudjuk azt, hogy a racionalitás a bal agy fértekében van, a kreativitás a jobb agy fértekében van. Mi férfiak erősebben vagyunk bal agy férteke dominánsa, mint a nők. Ebből az következik, hogy a nőknek kéne kreatívabbaknak lenni. Mégis az eddigi tények azt igazolják, hogy a férfiak a kreatívabbak. Most lehet, hogy ez csak a társadalmi munkamegosztásból adódott, de vannak, akik ezt próbálják megmagyarázni, például azzal, hogy ez megint egy sokszorosan kutatásban igazolt tény, hogy a férfiak inkább globális gondolkodásra képesek, míg a nők sokkal jobban megértik a részleteket. De azt szokás mondani, hogy a férfi az erdőt látja, a nő a fát. A másik, és én ezt érzem pontosabbnak, képzeljük el a kreativitást, a kreatív géniuszt. Ő kitalál valami olyan újat, ami mindenki számára idegen, sőt ellenszenves, és neki ezt el kell fogadtatni az egész világgal, a fennálló nézetekkel szemben. Ehhez istentelen nagy agresszivitás kell. És ez az agresszivitás a férfiakban van meg. Ugye, mert hát a férfiak azok a hímek, ugye már évezredek óta tudják, hogy abban a csordában meg kell küzdeni egymással, hogy ki lesz a horda főnök,
ugye, mert a horda főnök dughatja meg az összes nőt. Na most hát ez minden férfinak borzasztóan tetszik, mint a hím is. Most más kérdés, ugye mert van a DNS apasági vizsgálat, például ilyen szarvas csontjában megnézték, kigyelni, hogy azért a horda főnök alszik, azért a többiek bedolgoznak. De azért 80%-ban a horda főnök a apa, ami valahol genetikailag jó. Mert ki a horda főnök? Hát aki a legerősebb volt, aki a legfifikásabb volt és a leg, mondjuk egészségesebb. Tehát volt egy ilyen kiválogatódás. Tehát én azt akarom mondani, hogy ez az androgén hormonjaink miatti férfiasság, hogy minden szemétdombon mi akarunk a főnökök lenni, és azért ilyen korban, mint önök most vannak, sok fiú már eszébe jut, hogy az lenne a helyes, ha minden nő hozzá tartozna. Kell hozzá egy kis idő, amíg rájön, hogy ez nagyon macerás lenne. De ez azért ott van a férfiak tudatában, és valószínűleg ez magyarázza, hogy ahhoz, hogy ezt az új eszméket elfogadtassuk a világgal, ahhoz ez a férfi agresszivitás nagyon kell. Ugyanakkor a nőknek pedig ez a közösségteremtő képesség, vagy a békülékenyebbek, inkább a közösségek harmóniáját keresik, az egy kicsit ezzel van szó. És végül ott van a negyedik, a motiváció. Ja nem, átugrottam? Igen, átugrottam. Ez megint egy nagyon érdekes pedagógiai tapasztalat. Persze ez mindig a múltra vonatkozik. Ugye közzé teszik a minisztérium a tanulmányi eredményeket. Abból az derül ki, hogy az általános és a középiskolákban mindig a lányok a jobbak. Ezzel szemben idáig a főiskolán és az egyetemeken a fiúk voltak a jobbak. Miért? Hát ugye erre is csak elmélet van. Hogyha most elfogadjuk azt, hogy az általános és a középiskolákban részlet feladatokat kell megoldani. Föladják a feladatot, és óráról órára osztályoznak. Na most a lányok ugye eleve jobbak a részlet feladatok megoldásában. Ráadásul a lányok sokkal lelkismeretesebbek és szorgalmasabbak. Hát a fiúk azért mindig is sokkal inkább voltak, és későbben nőve a fejünk lágya. Tehát ez azért megmagyarázza talán azt, hogy általános és középiskolában miért voltak jobbak a lányok. De miért jobbak a fiúk a főiskolán és az egyetemen? Hát erre az a teória, hogy azért addigra már talán a fiúknak is bennő a fejelágya, de főleg az, hogy akkor azért az egyetemen szigorlat van. Ott egy 400 oldalas könyvből kell a vizsgán beszámolni. És ugye a lányoknak, vagy a fiúknak ez a globális gondolkodás rendszer, jobban felfogó képessége talán jobban érvényesül, meg hát ott is azért a fiúk azok bátrabbak, és a lányok már eleve összetolják magukat, hogy ilyen 400-500 oldalról volt elvizsgálva. Szóval ezek mind elméletek, amiket csak az ember magyaráz, de azért ez nagyon érdekes, hogy ezeknek érdemes lenne utána járni. A tanulság, hogy a két nem szellemi adottságai némileg, mennyiségileg különböznek, ez nem jelent jelentős minőségi eltérést a képességekben. De ami a legfontosabb, hogy idáig végül is az emberiség egyik fele kimaradt a kultúrából és a tudományból, hiszen ők szülték a gyerekeket, és fenntartották a fajt. Most ugye a 20. században a nők kivívták a társadalmi egyenlőségüket, úgy ahogy, jó ráfáztak szerintem, mert most azért a nőkről két bőrt húznak le, ugyanúgy kell dolgozni, mint a férfiaknak, de még nem hallottam, hogy férfi megszűnte volna a gyereket. Ami hát nem egy fair dolog. Tehát azért tényleg a nőkről tényleg két bőrt húznak le. Úgyhogy itt azért kellene valami társadalmi harmóniát találni, mert azért az emberiség, a magyarság fönntartása az van olyan fontos, mint a férfiak produkciója. Tehát, hogy ez borzasztóan meg kellene becsülni. De a lényeg az, hogy persze ők megdöbbentek minket, mert a 11 gyerekből lett 1,3. Úgyhogy azért fogyunk, mert hát munka mellett nem nagyon érnek rá már szülni. De ez viszont most azt jelenti, hogy a nők most meg tudják majd mutatni eddig rejtett tartalékaikat. Tehát én egészen biztos vagyok benne, és ez mondjuk az előadásom címében megfogalmazott egyik kérdésre adott választ, hogy meg vagyok győződve, hogy a 21. század a nők évszázada lesz. Mert most már a nők sajnos nem nagyon szülnek gyereket, de képesek lesznek a kivételes szellemi képességeiket bizonyítani. Itt csak mindig attól félek, hogy nehogy a férfiakat vegyék példának,
mert az nagy baj lenne, és József Attila is olyan szépen fogalmazta ezt meg, hogy mi férfiak férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, és mind ember, mindig nem értem, hogy miért vettem le az utolsó három szót, mert hogy az egyre kevesebb, mert tényleg egyre kevesebb. Tehát nagyon jó lenne, hogyha megértenénk azt, hogy a biológiának egy óriási kihívása a biológiai változatosság. Vagyis, hogy nagyon jó, hogy a férfiak ilyenek, és nagyon jó, hogy a nők olyan. És a férfiak ne akarjanak nagyon nőies férfiak lenni, és a nők ne akarjanak férfias nők lenni. Nemrégen fordult elő, hogy utolsónak, mert hát, hogy ő nálam ilyen időelőjegyzés van a genetikai tanácsadáson, mondták, hogy valami nagyon fontos nő jön, mert hogy két bodyguard is kíséri. Jött, 42 éves volt, rögtön mondta, hogy hát ő egy bankár. És hát mondta, hogy ő neki annyira fontos volt, amit eddig csinált, hogy hát ő ilyenekkel, hogy gyerek, nem ért rá foglalkozni. De hát most már rájött, hogy eljött az idő. Úgyhogy most azért jött el hozzám, hogy intézem el, hogy neki legyen gyereke. Mondtam, hogy ez majd mások is kellenek. És akkor kiderült, hogy ő úgy képzeli, hogy hát majd szerezzünk egy tajkaterhest, aki majd kihordja az ő gyerekét. Mert hát ugye ő nem ér rá ilyenekkel foglalkozni. Mondjuk úgy gondoltam, hogy jobb, ha egy ilyen nőnek nem lesz gyereke, akkor inkább foglalkozzon a pénzzel. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy egy komoly nagy veszély azért az, hogy értsük azt meg, hogy legyünk hülyek a nemi adottságainkhoz, mert az biológiailag mindenképpen egy érték. Na most a többiről, amiről akartam beszélni, csak nagyon-nagyon gyorsan, mert 45 percet ígértem, és már csak 5 percen van. Szerettem volna még azt is bemutatni, hogy a többi területen ugyanis alakult a magyar géniusz. Amikor én az 1980-ban földolgoztam az olimpiai bajnokságokat, akkor az aranyérmek tekintetében relatív gyakoriság, tehát a népességre számítva, a magyarok még harmadikak voltak. Ami fantasztikus, hogy tudták a magyarok a fizikai kivételes adottságaikat ilyen szenzációsan megvalósítani. Nagyon érdekes, hogy 4 olyan speciális szellemi adottság van, amire már a görögök azt mondták, hogy születni kell. Tehát, hogy a kivételes adottságban nagyon erős a genetikai komponens. Mondjuk a muzsikalitás az a legismertebb, ugye, mert hogy azért a csoda gyerekek nagy része Mozart volt, meg Liszt volt, meg Mendelssohn volt, meg Yehudi Menuhin volt. Ezek már 3-5 éves korukban olyan fantasztikusan váltották valóra Isten adta adottságaikat, hogy tényleg csoda gyerekek voltak. Tehát biztos, hogy nagyon erős a genetikai komponens. Érdekes, hogy a matematika is. És ne értsük félre. Átlagos matematikát mindenki meg tud tanulni. De az egészen kivételes matematikai képességekhez kivételes adottságok kellene. Én amikor Neumann Jánossal foglalkoztam, nagyon elcsodálkoztam. Ő 5 éves korában magától kitalálta a differenciális integrál számítást. Én még az érettségidéssel olyan nagyon értettem. Megtanultam, de nem értettem. Vagy mindig eszembe jut Bólyai Jancsi. 5 éves volt, amikor anyukájának, tudom, hogy mondják a székelyek a burgonyát, pityókát. Pityókát hámozott, és odaszól a mamának, hogy már értem a színusztételt. Ez azért volt nekem egy érzékeny, mert nekem az érettségidéssel a színusztétel volt. Nagyon jó ám. Jó, baj lett volna, ha nagyon érdeklődnek a vizualitás is korán kijön. Picasso az agysérültben jött a világra, 10 éves korán nem tudt megtanulni írni, olvasni, de 3-5 éves korában már úgy rajzolt is, úgy festett, hogy csoda. Ott van Barcelonában, külön múzeumban. És hát a költő, ugye gondolják meg, hogy Vörös Sándor az 4 éves korában már tudott írni és nagybetűkkel verseket. Felnőtt korában kiállította a helyesírási hibákat és betette az összes verset közé. József Attila is, aki a társadalmi pokolból jött, az 7 évesen már verset írt, és 11 éves, amikor írta, hogy de szeretnék gazdag lenni. Tehát itt nagyon-nagyon jól látszik, hogy ezek nagyon erősen meghatározottak, és például nagyon büszkék lehetünk arra, hogy ha a zeneszerző géniuszokat nézzük, akkor például nagyon jól állunk. Liszt Ferencnek és Bartóknak köszönhetően, hogy látják, a második helyen vagyunk. De nekem például nagy fájdalma,
hogy ezzel szemben a világ képzőművészet géniuszai között nincs magyar. Az első 500 között nincs magyar. Mi tudjuk, hogy Jajda nagy festő volt Munkácsi, mert csak mondjuk, hogy külföld ezt nem fogadja el, mert hát sajnos a géniuszokat el is kell fogadtatni a világgal. Nagyon érdekes a tudomány, ugye három magyar állampolgár kapott Nobel-díjat eddig, Szentgyörgyi, Hevesi és Kertész, és heten vannak, akik magyar születésűek. Lénárd Fülöp, Békési György, Vigner Jenő, Gábor Dénes, Olá György, Harsár János, és hát itt van még Herskó, aki két éve kapott kémiai Nobel-díjat, ő Karcagon született. Tehát jól állunk. Így, hogyha megnézzük a Nobel-díjak relatív gyakoriságát, akkor például Budapest a hatodik helyen áll a világon. Mindig elcsodálkozom, mert múltkor egy miniszterelnök azt mondta, hogy magyaroknak van a legtöbb Nobel-díjasa, hát utól kimondta neki, mert azért nem igaz. De hát azért jól állunk. Most is mindenben a hatodikat lennénk a világon, akkor de jó lennénk. Itt van egy ilyen nagy kérdés, Popper Pétert jól ismerem, mert így amikor barátok is voltunk. Például azt állítottam múltkor, hogy igaz-e? Nem, ő azt állította, bocsánat, én kérdőjelezem meg. Ő azt állította, hogy a kivételes tehetségek, a potenciális géniuszok mindig képesek különleges adottságaik valóra váltására. Hát ez egy nagy valóság. Minél kivételesebb valaki, annál sérülékenyebb. És azt kell mondani, hogy a géniusz palánták döntő többségét sajnos elveszítjük. Például itt van egy példa csak. Ez is egy PhD tanulmány volt. A magyar kultúrát tudomány feldolgozva, a 19. században, tehát látják 1800-tól 1899-ig, ha 10 évenként nézzük, akkor 14 géniuszunk volt. De volt olyan 10 év, 1850 és 59 között, amikor 4. És volt olyan, 80 és 89 között, amikor 37. Ez 9-szeres különbség. Ez ugyanaz a nép. Ugyanazon genetikai adottságokkal. Akkor hogy lehet ez a 9-es különbség? Ez mutatja, hogy mennyire fontosak a társadalmi feltételek. Mert mi is volt ott az 50-es években? Leverték a szabadságharcot, jött a bakkorszak, a Habsburgok is hát jól megkötöttek kezét mindenkinek, mi magyarok is büszkén passzív rezisztenciába vonultunk, jól kiszúrtunk magunkat, és hát aki akkor géniusznak született, azt megette a fene. Akkor jött a kiegyezés, a kiegyezés utáni magyar gazdasági csoda, amikor egyszer csak szükség lett a géniuszokra, és akkor már 37 volt. Potenciálisan mindig, minden 10 évben ugyanannyi géniusznak kell születni, hogy ebből mi válik valóra, az mindig a társadalmi tényezőktől függ. És hát itt van egy szomorú táblázat, ez is egy ilyen PhD munka, ugyanúgy 1700 és 1900 közti 200 évben lényegében a különböző nációknak a géniusz relatív gyakoriságát számoltuk ki. Engem nagy meglepetéssel ért, hogy mondjuk Ausztria volt az első, mint látják, hogy 1 millió lakosra 3,4 géniusz esett. Ez nekem olyan furcsa volt, mert engem azért az iskolában úgy neveltek, hogy azok a Habsburgok azért nagyon rosszak voltak. De úgy látszik, hogy a Habsburg birodalom végén, ott Bécs körül egy olyan szellemi légkör alakult ki, hogy azért ott jó volt születni, mert könnyebben lettek géniuszok. A második hely, Svájc is meglep engem, mert svájciak nagyon jó bankárok, meg üzletemberek, de hogy géniuszok. Csak hát 500 évig nem volt háború. Nagyon sok pénzük van, és nagyon jó iskolarendszer. Ez azért mégiscsak. Hát a franciák az oké. Azt úgy tudjuk, hogy azok egy olyan talentumos nép. 2,7. Norvégia ugye nagyon kicsi, és azért nagy embereik voltak, Ibsen, Edvard Munch, Grieg, stb. Anglia sem meglepetés. Hát mi itt vagyunk a 16.-17. helyen. Hollandiával volt versenyben. Ami hát nagyon jó. Nagyon szeretik most is Hollandiával volt versenyben lenni. De hát azért szomorúan kell megállapítani, hogy ez a kis meldöngetés, hogy milyen borzasztóan tehetségesek vagyunk, az igaz. Mert ugyanolyan tehetségesek vagyunk, mint bárki más. Csak sajnos itt a társadalmi és kulturális feltételek olyanok voltak, hogy azért itt a Kárpát-medencében nem volt jó géniusznak születni. Kutatásaink egyértelműen azt igazolták, hogy a potenciális férfi géniuszok 90%-a elveszett. Hát a nőkről már nincs beszél.
Tehát azt kell mondani, hogy óriásiak voltak a génuszveszteségek, a társadalmi körülmények miatt, nem tudom, tudják. Mátyás időszakában a magyar népesség száma egyenlő volt az oroszokéval, a németekével és az angolokéval. Csak a franciák voltak többek. Aztán jött a 150 éves török hullás, és azóta egy kis náció vagyunk. Ugye azóta a gazdasági helyzetünk is elég pocsék. Azért azt is meg kell mondani, hogy a pedagógiai felkészületlenség is fontos. Mert azért nagyon szép, hogy már 150 éve van gyógypedagógia. Tehát, hogyha valaki elmarad az átlagostól nagyon, akkor neki speciális iskola, speciális pedagógus kell. Csak arról feledkeztünk meg, hogy a másik véglet, az egészen kivételes képességű gyerek ugyanúgy elült az átlagostól, és nekik ugyanúgy más iskolai feltételekkel. Ott van a társadalmi intolerancia. Szintsi Margitnak van egy szép mondása, hogy a magyar géniuszokat azt mindig csak a temetőben vesztük észre. Tehát csak a föld alól vesztük észre a ragyogásukat. Amíg éltek, addig ütötték és vágták őket. Gondolják végig Petőfi Sándortól, József Attilán keresztül, Latinai Zoltán és a többiekig. Utána már ahogy meghaltak, nagyon kezdtük meg egyszer. Szép szobrokat állítottunk nekik. De amíg éltek, addig nem jó bántunk. És hát ehhez jön még a géniuszok önpusztítása. Mert a művész géniuszoknak ez a kreativitása, ez a másképpen gondolkodása, ez a másképpen viselkedése, ez egy ilyen, nem voltak őrültek. Szóval ez például a pszichiátriának egy óriási bűne, vagy nem tudom, Vörös Martit meg József Attilát leskizofréniázták. Szó nincs róla. Meg el kell olvasni az utolsó versét. Azok kristálytiszta versek. Ezek mániás depressziósok voltak. Azok nem elmebetegek, csak szélsőséges kedélyűek. Egyszer elhiszik magukról, az alkotás lázába, hogy ők az Isten, ők a proféta, ők váltják meg a világot. Aztán jön a alkotói válság, mert annyira kiszipolyozzák az agyukat, csak a depresszió. Mindkettőt rettentő nehéz elviselni. A hipománságot, tehát ezt az ihletettség, őrültségét is, exaltáltságát, akkor is inni kell, meg cigarettázni, meg minden. Aztán beszél arról, hogy a teljes kiégettséget pedig egy alkotó minden nehezen viseli el. Tehát azért nem véletlen, hogy Petőfi ugyan csatatéren halt meg, de 26 évesen, Csokonai az 30 éves volt, József Attila 32 évet élt, Radnóti 35-öt, Balassi Bálint 40, az öreg Madács, az 41 évig élt, Ady Endre 42 évig. Nem tudom, gondolkoztak már ezen, mit vittek el ezek magukkal? Hogyha jobban vigyáztak volna rájuk, hogy mi mindent adhattak volna még ezek a magyar géniuszok. Tehát ezek nagyon nagy kihívások, és én azért szeretem ezt elmondani, mert hogy szembe kell néznünk azzal, hogy igenis mi egy tehetséges nép vagyunk, és a tehetség a legnagyobb természeti kincsünk, mert nekünk nincs olajunk, nincs aranyunk, nincs olajunk. Már itt láttam, hogy Egernél mindig van egy olajkút, de van tehetség. És az lenne a legnagyobb természeti kincsünk, és minél kivételesebb az a tehetség, az annál különlegesebb. Ezekre úgy kéne vigyázzunk, mint a szemünk fényére. Mert mostanában engem nagyon bánt, hogy a politikai torzsalkodás körébe bejön már az is, hogy ki a magyar, meg mi a magyar. Azt kell mondanom, hogy a népesség genetikai kutatások egyértelműen igazolják, hogy a honfoglaló magyarság őseinek itt már írmagja sincs. Aki ma Magyarországon él, ne haragudjanak, nem akarok senkit megbántani, az gyükment. Tehát az ide valahonnan jött, és ezért van igaza I. és Gyulának, hogy magyar az, aki vállalja a magyarságát. Tehát ez nem DNS vizsgálat kérdése, ez nem genetika kérdése, hanem ez vállalás kérdése. Nem azon kéne veszekednünk, hogy kit zárunk ki a magyarságból, hanem azon kéne megegyeznünk, hogy de jó lenne, ha minden magyar együtt gondolkodna és együtt dolgozna, és elfelejteni Széchenyi Istvánnak azt a szomorú mondását, hogy a magyarnak a legnagyobb ellensége a magyar. És most azon kéne gondolkodni, és mondom ezt önöknek, fiatal embereknek, hogy az igazi kérdés az, hogy érdemes a magyarnak.
Pedig ez egy óriási kihívás. Ma, amikor egy Európai Unióban élünk, amikor nincsenek határok, amikor a legtehetségesebb diákok minden további nélkül elmehetnek Kopenhágába, Heidelbergbe vagy Bostonba, és ott rá fognak jönni arra, hogy ott mennyivel könnyebb élni, mennyivel több pénzt lehet keresni, mennyivel könnyebb karriert csinálni, akkor esetleg nem jönnek vissza. Én pedig orvosként tudom, hogy az emberi test agy nélkül csak vegetál. Hogyha elveszítjük a géniusz palántáinkat, akkor a magyarság jövőjét én nagyon pessimistán ítélem meg. Tehát el kéne érni, hogy végre egyszer a politikusaink megértsék azt, hogy a legfontosabb küldetésük az lenne, hogy egy olyan közhangulatot kéne ebbe az országba teremteni, hogy azok a fiatal géniuszpalánták, akik elmentek Heidelbergbe, Kopenhágába vagy Bostonba, egy idő után azt érezzék, hogy érdemes ide visszajönni. Érdemes visszajönni a szülőhazájukba. Mert akkor van a magyarságnak jövője. De hogyha a vezetők ezt nem fogják megérteni, és elherdáljuk a jövőben is a géniuszpalántáinkat, akkor elég beszél.